fél idő. Tehát elkezdődött az elődöntő. Fiú egyes elődöntő. A háttal lévő úriembert már megismerjük, ugye, aki látta a Lakatos elleni mérkőzését. Balussa Medi névre hallgató francia játékosról beszélünk, aki nagyon jól játszott Lakatos ellen. Egy szettet bukott ellene összesen, és a kanadai Hong Dao Chen az ellenfele, aki egyébként második kiemeltje a versenynek, és eddig magabiztosan menetelt. A másik asztalon, a másik elődöntő még javában zajlik. Egy cseh és egy taiwani játékos játszik. Itt is tehát kialakult, hogy két ázsiai és két európai játékos küzd meg döntőbe jutásért. Nézzük először Chen Hong Tao útját a döntőbe. Bocsánat, elődöntőbe. Vajros János Bencét verte meg az első körben. 4-1-re, majd Szita Mártont 4-1-re, utána Rode Markot 4-3-ra, úgyhogy ez nagyon nagy mérkőzés volt. Majdnem kikapott a kanadai, döntőszett 7-re tudott nyerni. Így jutott be az elődöntőbe, és Balussa pedig Patrick Csukicsot, szlovén versenyzőt, Minghong Lee-t verte meg 4-1-re, majd Lakatos Tamást ugye 4-1-re, és ő így van bent, és most 5-4-re vezet a francia játékos az első szedben. Négy most már. Hosszú szerva, francia azt hitte, hogy üres, de meg volt nyesve. Tenyeres pörgetés egyenesbe, 6-6, csak úgy odarobbant Hong Tao. Ez is oda az ellenfél hasára, az ilyen pörik ellen semmi ellenszere nincsen egyelőre a franciának. Oda tenyeresre, ahogy szokta, befejező pörgetés. De a szélére 7-7. Hétre vezet Hong Tao. Egyből bepörgette, ahogy meglátta, hogy üres a szerva. Most nem bírta becsapni az ázsiai fiú a franciát. Nagyon szépen lerakta az elsőt Chen, viszont utána odaért még a francia, és belerakta a hálóba. Utána ázsiai játékos, és ezt elindítja 10-8. A végjátékot egyelőre jobban bírja a francia.
tudja megcsinálni. Bolussa egyelőre 10-9. Micsoda a tenyeres pörgetés, 10-10. Pedig ráugrott az asztalra Chen, aztán úgy rakta vissza ilyettében, hogy meg is nyerte vele a labdamenetet. 11-10, most már Chennek van szetlabdája. Opá! Gyönyörűen oda nyúlt még a francia játékos. 11-11. Nem bírnak egymással egyelőre. Elég nagy hiba volt most ez a pörgetés. 12-11. Beleteszi a hálóba a francia 13-11-re, végül is 10-8-ról fordítva nyer Chen Hongtao. És Bolussa azért sajnálhatja, hogy elvesztette ezt a szettet. Lehet, hogy hiányozni fog a végén, bár ki tudja. Egyelőre nagyon fej-fej mellett a két játékos. Aztán kiderül, hogy mi lesz a mérkőzésnek a végkimenetele. Elkezdődik a második szett. Chen szerzi az első pontot. Jó szerva Bolussától. Elrontotta a második pörgetést, bár kicsúszott a szerva. Nem tudom, hogy szándékosan-e vagy véletlenül. Lényeg az, hogy megvan a franciának a második pontja a második szetben. Húzza, kicsit fönn volt a könyöke Bolussának. 3-3.
hosszúra húzza. 4-3 csennek, ezek az apró poénokat nagyon szépen gyűjtögeti a kanadai színekben induló versenyző. Ez kiszáll viszont. 4-4 második szedben. A másik mérkőzés véget ért. Valószínűleg tartom, hogy a taiwani játékos nyerte meg azt a mérkőzést, de majd kiderül. Ez is egyből akarta Chen. Nem sikerült neki, 6-4. Így van. Harmadjára csak összejön ez a nagy tenyeres. Elsőre. Ez viszont nyesett volt. Bolusza becsapta ismét Hong Tao-t. És vezet 2 ponttal. Hoppá, kicsit följebb húzza Chen, akkor jó lett volna. De nagyon élesen pörgette kifelé Bolusza. 8-5, 3 pontos az előny. Ez is jó. Amikor falsal megindulnak mind a ketten, előny szereznek. 8-6. És kimegy hosszúra, 9-6 most már. Szervál, francia játékos. És bepörgeti a tenyeresre. Gyönyörű volt ez a szerva, és a befejezés meg kíméletlen. Ez nem jön be egyenesbe. 10-8, most ismét két szetlabdája van Bolusszának. Az előző szetben nem sikerült a bravúr. Most ő szerválhat. Egy-egy a mérkőzés állása. Mind a ketten megnyertek egy szoros szettet. Jó mérkőzés lesz ez.
befejezte Balussa. Chen azért szépet mentett, 2-1-re vezet egyébként a francia View. Volt a fonák folytatás Chen-től. Most már 4-1-re vezet a francia. Kicsit feltörte Hong Tao játékát. Három már Balussának. Szett közepén elhúzott. Hoppá! 6-4. Szép fonák, ismét 3 pont az előny, tartja ebben a szedben ezt a különbséget a francia játékos. Ez az indítás nem jön be, emlékezzünk csak Lakatos ellen hányszor bejött, volt, hogy egyből házt pörgetett belőle, akkor jobban meg tudta húzni. Próbálkozik Chen zárkozni. De rossz volt ez a pörgetés. Látszódott, hogy esély nincs, hogy asztalra menjen. Ez pedig egy szép pörgetés. Megelőzte ellenfelét Chen Hong Tao. Nem tud fordítani Chen. Elhúzta oldalra a kezét. 9-9. Fontos lehet ez a szett. Persze minden szett fontos, de lélektanilag.
hosszúra húzza. Most valahogy nem áll össze a fonák Bolusszánál. Csem pedig gyártja a pontokat. 10-9-e van. Szetlabdája. És nem tudja megcsinálni. Csend Bolussa. Szenzációsan pörgette vissza a labdákat. Csen is. Végül is a francia csinálta a pontot. 10-10. Nagyon szépen lerakta Chen. Nehéz lett volna ezt így beütni. Hosszú volt a szerva. 11-11. Húzta egyenesbe a francia játékos. 12-11. Kihúzza hosszúra. Valahogy meg vannak ijedve ezektől a labdáktól a játékosok. Félnek, hogy az ellenfél milyen farsat tesz bele, és ezért ilyen pontatlanok. 12-12. Azt a mindenit, milyen tenyeres pörgetés. Aktivizálta magát Chen, és szettablához jut ismét. Egy gyönyörű fonák. 13-13. Nagyon jól tudta Chen Hongtao. Hihetetlen, hogy előre oda mozdult. 14-13. Nézzük, hogy most meg tudja csinálni. Csinálni. 15-13, megcsinálta Chen. És ezért vezet 2-1-re. Mindjárt jön a negyedik szett.
kenyeri az első pontot. És a másodikat is. Ez volt a hiba. Falsot húzni erre. Ezt jobban meg kellett volna, csak nem érte el, gondolom, lábbal. Valószínűleg is azért húzott ilyen falsot. Gyönyörű, szép, egyenes indítás. Szép volt ez az indítás. Kicsit lefelé is húzott, látszódott, hogy nem bírta kipörgetni azt Chen. Ez meg kiszállt. 3-3. Hoppá, ez gyönyörű. Nagy indítás, visszaért. A dobásra is bepörgette Bolussa. Négy, négy. Ismét egy nyesett szerv, a Bolussa megpróbálta kihúzni, nem sikerült neki. 5-5. Hatalmas egyébként a taktikai harc, kiusson először a nagy pörgetéshez. Hoppá, ez nem esik rá a csücsökre. 7-5. Két ponttal vezet Bolussa, mindig az első szetet kivéve ott volt az esély. Kilenc-öt most már. Ha nézzük, hogy innen meg tudja nyerni Bolussa, vagy éppen Chen kitalál-e valamit. Most már nem nagyon fog. 10-5. Egy kicsit lazább megoldást láthattunk. Ha, milyen szerva! Tíz hét. Yeah.
Ez most már nem jön be. 11-7. 2-2. Volussa tehát. Visszajön, nem engedi el csend. És így minden kezdődhet előről. Kettő nullára vezetsen. Elpörgeti. 3-0. Ez egy üres szerve volt, és fölhúzta. Nem kellett volna. Chen ismét lendületbe jött. Fölment a könyöke. Csennek. Ki is dobta a háló a labdát. Öt egyre vezet Csen. Egy. Szerencsés poénnal most már 8-1. És egy dobott förgetés. Necces volt. Necces volt a szerva. De hosszan kinyeste Volussa. Ezt már csak úgy brahiból nyeste ki szerintem. Tíz egy.
13. Még egy kicsit játszadoznak egymással. És egy elszerve a 11-3-3-2 csennek, meglepően sima szettet láthattunk. Azért nem veszek mérget rá, hogy a következő is sima lesz. Gyönyörű pörgetés, megvan az első pontja, hatodik szedben. Hoppá, egy csusza. Azért fontos lenne, hogy ne engedje el ellenfelét most Bolussa. Ezt nagyon elsiette. Ismét elhúzta oldalra ezt a fonákot, ki is dobta a háló. 4-3 csendnek. Négy-négy. Egy fonák induló, amit nem bír lehúzni Bolussa. 5-4. És simán fölhúzza ezt. 6-4. 5 labdára a győzelem töltsen. Szép támadás. Hátra szorult most a kanadai. 6-5. Hoppá, de nagy hiba. 7-5. Az lehet, hogy könnyen a mérkőzésbe kerülhet egy ilyen hiba. Csend fog adogatni.
És hogyha megcsinálja mind a kettőt, akkor már nagyon nehéz dolga lesz Bolusszának. Nem csinálja meg. Az egyiket biztos nem. Mert nagyon szépen indított a francia játékos. Tesz egy taszáskodásból, csönnek volt elege és bepörgette a labdát. Kicsit azért érintette a hálót. 8-6. Hú, milyen lepöri volt, élével. 9-6. És időkérés. 3-2-9-6. És időt kérnek a franciák. Érthető módon. Mit tudnak vajon kitalálni az edzővel? Itt most volt kétszer szerencséje Csennek. Hát nem tudom, hogy innen hogy tudna fölállni a francia játékos. Csak hogyha maximálisan agresszív, én úgy gondolom. Jön is vissza. Vége az időkérésnek. Az igen. Jót tett az időkérés a francia fiúnak, és Chen is időt kér, 9-8-nál. Céljátékos már visszajött. Ugye 9-6-nál kértek időket a franciák, 9-8 lett, és most Csenék kértek időt. Ott egy hatalmas pörgetés, 10-8. Két mérkőzés labda. Ezt jó kieszelték az edzőjével. Pörgess egy ászt, fiam, mondhatta az edző. Meg is tette, két mérkőzés labda jutalma. És meg is van, 4-2. Hölgyeim és uraim, Csem bejutott a döntőbe, és most már csak a női döntő, azaz a leány döntő és a fiú döntő van hátra. Mindjárt jön a leány döntő, és utána a fiú döntő. Mindjárt jövünk.